Pálinka, mocskos tészta, vagy az Anarcsi, Czóbel kúria és parkja. Többek között ezek a vármegyei értékek is szerepelnek abban az értékantológiában, amelyet még 2021-ben adtak ki egy komplex, nagyszabású, 4 éven át tartó identitás erősítő önkormányzati projekt keretében. Ez az Itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben címet kapta. Több 100 millió forintból valósítottunk meg ezt a projektet, és rengeteg rendezvény volt, kiadvány készült, olyan fajta identitás elemeket próbáltuk erősíteni, ami hozzátartozik a megyei létünkhöz, ahhoz, hogy miért jó itt élni. Sokszor elmegyünk külföldre, vagy az ország más részeire, és ott rácsodálkozunk az értékekre, és ami az orrunk előtt van, azt nem veszük észre. Ennek a szemléletnek a megváltoztatására jött létre a projekt, amely az elmúlt 4 évben sikeresnek bizonyult. Összesen több mint 30 ezer ember vett részt a programunkon. A megyében a megye településeinek bő egy negyedét érintve 337 nagy programot valósítottunk meg összesen, ami statisztikát jelentve azt is eredményezte, hogy a 4 év alatt, ami időben ez a projekt megvalósult, 4 naponta szerveztünk valamilyen komolyabb kulturális vagy egyéb társadalmi közösségépítő identitásőrző eseményt. A lokál patriotizmus erősítése mellett más hozadéka is van hosszú távon a projektnek. Gazdasági eredménynek számít például, ha ezáltal csökken az elvándorlás a megyében. A visszajelzések alapján elérte az kitűzött célokat, az indikátorszámok alapján mindenféleképpen. Volt közben egy nagy nehézség, a COVID. Tehát a COVID időszak alatt online próbáltuk ezt a tevékenységet végezni, de aztán a COVID után újult erővel és még hatványozottabban kerestük az embereket, és a végére nem ennek a projektnek a eredményeképpen, de egy másik hasonló identitásprogramunk eredményeképpen kialakult az a hívó szó, amit igyekszünk a jövőben magunkra aggatni és használni, a himnusz földje. A projekt záró rendezvényén az is elhangzott, bár az Itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben című top projekt most véget ért, az abban megfogalmazott tevékenységeket folytatni fogják.